április 2-a az Autizmus Világnapja. A Herman László Zeneiskola növendékei és az Arany János Egymi Autista Intézmény egységének gyermekei fuvolán, gitáron, harmonikán keresztül kapcsolódtak össze a Zene Mindenkié című program során. Egyre növekszik az autizmussal élők száma, és itt a székesfehérvári általános iskolákban és szinte minden általános iskolában integrálnak autizmussal élő tanulót, és ezért nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy ők itt vannak, közöttünk vannak, és ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint minden más gyermek. Az elfogadást erősítő programra a felkérést szívesen fogadta a Herman László Zeneiskola. A 40 perces előadásra 9., 10., 11. osztályos diákok készültek. Nagyon örültünk a felkérésnek, mindig nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel teszünk eleget ilyen és ezekhez hasonló felkéréseknek. Úgy gondolom, hogy a zene az, ami egy ilyen esetben egy közös nyelv lehet, amit mi el tudunk idehozni, meg tudunk mutatni, és a gyerekek pedig nagyon remélem, hogy ők élvezni fogják és be tudnak kapcsolódni ebbe az egészbe. A rendezvényhez kapcsolódott a Fehérvár Travel Alapítvány autista klubjának kiállítása. A fényképes tárlat az autista fiatalokkal foglalkozó 5 éves klub mindennapjait mutatja be. Próbáljuk egyre bővíteni a palettát, és igazából most már nagyon örülünk, mert a hét mindennapján tudjuk őket fogadni. Minden délután jönnek 2:30-tól 5:30-ig vannak nálunk a srácok, és megvan minden napnak a tematikája. Van, amikor háztartásvezetés, kommunikáció, szocializáció, egy kis mozgás, zene, kézműveskedés, tehát tulajdonképpen a hétköznapi élet dolgaival foglalkozunk, és próbáljuk őket jókedvre deríteni. A vezető hozzátette, egy-egy foglalkozáson 10-15-en vesznek részt. Olyan fiatal felnőttek, akik már a közoktatásból kiszorultak, nincs más lehetőségük arra, hogy közösségben legyenek.